És akkor Csutkai Rita, mint a Kelet-Magyarországnak e tekintetben a projektmenedzsere, meg nyilván a marketing vezetője válaszol arra a fél kérdésre, hogy meddig is lehet erre az autóra leadni a szavazatot? Igen, ezt még holnap, tehát december 2-án egészen 17 óra 30 percig még le lehet adni a szelvényeket. A Kelet-Magyarországnak is van egy standja, itt van az esküvői állampár esküvői kiállítás előtt, ott vannak a mi kedves előfizető szervezőink, úgyhogy őket lehet keresni, és egészen holnap 17:30-ig még le lehet adni a szelvényeket, és 6 órakor pedig kezdjük a autósorsolás közjegyző jelenlétében. Körülbelül 5-6 évvel ezelőtt volt utoljára, hogy a Kelet-Magyarország autót sorsolt, akkor viszont minden évben volt egy pár. Igazából még nem akarok ezzel nagy titkot elárulni, de megsúgom, hogy a jövő évben, ha minden igaz, akkor már az első fél évben lesz 2 autó is, amit ki fogunk előfizetőink között sorsolni. De nagyon szépen szeretnénk megköszönni itt a most a színpadon álló 4 szponzorcégnek, hogy sikerült ezt az autót összehozni és az előfizetőink között kisorsolni. Sőt, voltak úgy, hanem roadshow-k is. Van, volt egy 5 napos roadshow is a megyében, jártunk Nagykálóban, Újfehérton, Nyírbátorban, Kisvárdán és Fehérgyarmaton is az autóval, ahol a megye lakói ezt megtekinthették. Kedves Ita, köszönöm szépen, és akkor ezzel búcsúzunk. A Marsó, a Szulatréd, a Cerspán, a Csűz Kft. És a Szabolcs Takarék képviselőjétől. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, kedves igazgatók és vezetők. Találkozunk holnap az autósorsolás alkalmával.